Tudományos kísérletek, kémcsövek és lombikok, no és meg annyi fiatal. A Máté Szalkai Esze Tamás Gimnázium pedagógusai, természettudományi, környezeti és egészségnevelési, valamint matematikai, informatikai munkaközösségének tagjai érdekes fizikai, kémiai, biológiai problémákra adtak választ az érdeklődőknek. Főképp a gyerekek a célcsoport, de természetesen a felnőtteket is mindig nagyon szívesen látjuk, azért, hogy ők is megismerjék, hogy milyen munka folyik itt a gimnáziumnak az öveges laborjában. Nagyon nagy érdeklődésnek örvend ez a rendezvény, 2015 óta folyamatosan részt vehettek rajta a látogatók, viszont a Covid alatt szünetelt, és aztán tavaly újra megrendeztük, és ez nagyon jól sikerült. Rengetegen voltak gyerekek, felnőttek, öregek, minden korosztályt megérintett, és hát most is nagyon sok gyerek volt délelőtt, mivel általános iskolások akkorra regisztrálnak be. Baktárról, Meggyesről, Nábrádról hoztak gyerekeket, illetve a Máté Szalkai iskolákból is. A tanárnő elmondása szerint az esemény varázsa abban rejlik, hogy a látogató számára kézzel foghatóvá válik a kémia és a fizika sokszor bonyolultnak tűnő szabályrendszere. Így fogják meg a gyerekeket a természettudományok, hogy a hétköznapokra lefordítjuk, és ilyen mindennapi példákkal tudjuk szemléltetni, nem a tankönyvből leckeszerűen elmagyarázni és elmondani tényeket, fogalmakat, mert azzal csak elrémisztjük őket. És ez inkább a kulcsa az egésznek, hogy kísérletezés, saját tevékenység, kreativitás, probléma megoldás, és erre helyezzük a hangsúlyt, hogy ők éljék meg ezt az élményt. Sok olyan általános iskolás is részt vesz a kutatók éjszakáján, aki a reáltantárgyak mentén szeretne tovább tanulni. 8. osztályos vagyok, azért jöttem ide, mivel bioszkémiával szeretném majd tovább tanulni, és ebbe az iskolába szeretnék majd jönni. Az osztálytársam tesója ide jár, szóval tőle hallottam, hogy van ez az esemény, és úgy gondoltam, megnézem milyen. A 2005-ben indult kezdeményezés 2006 óta Magyarországon is évente megrendezésre kerül. 2016 óta a Regionális Információs és Fejlesztő Tudásközpont a koordinátora az eseménynek.